Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na kezdjük akkor azzal, amit az előbb elhangzott, hogy ugye ön feltette a kérdést, hogy mind okolja a hátrányos megkülönböztetést, ugye háromszor oltottak kapnak védettségi igazolványt, ugye a kormány válasza erre az, hogy így próbálják ösztönözni az oltásra az embereket. Igen, csak azt látjuk, hogy nem fogják tudni ösztönözni a oltásra az embereket, legfőképp azért, mert hogyha egy hiteltelen kormány próbál hitelesnek látszódni, attól még nem lesz hiteles. Hogyha egy olyan kormány próbálja a oltásra ösztönözni az embereket, amelyik 12 éven keresztül hazudott az embereknek, akkor nyilván a választó, főleg az oltás szkeptikus választó joggal teszik fel azt a kérdést, hogy miért pont most kezdek el hinni a kormánynak. Ráadásul ugye Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy nem lesz kötelező oltás, ezt számtalan fórumon elmondta, aztán hirtelen a legtöbb ágazatban a rendvédelem tekintetében az oktatás tekintetében, az egészségügyi dolgozók vonatkozásában is még lehetne sorolni, mégiscsak kötelezővé tették az oltást. A kötelezővé tétel az pedig óhatatlanul egyfajta bizalmatlanságot szül, és joggal teszik fel a kérdést, hogy miért van nekem szükségem oltásra, például akkor, ha bizonyítottan átestem a betegségen. Eddig védettnek számítottam, ingyen úgymond, nem kellett hozzá közpénzt felhasználni, hisz átestem a betegségem. Most hirtelen azt mondja a kormány, hogy ez megszűnik, és csak az lesz védett, aki három alkalommal felvette az oltást. Egészségügyi szempontból sem indokolt, és jogi szempontból is aggályos döntés. Tehát ön szerint, ugye szó volt arról, hogy az előbb említettük ön is, amit említett, hogy vakcinát ad a kormány ugye Szudánnak, mert hogy sokat vásároltunk belőle, és lejár jobb odaadni ingyen, mint kidobni, ahogy ön fogalmazott. Tehát ez az egész, ez a pénzről szól, ahogy itt erre célzott a Facebook posztjában? Mondjuk úgy, hogy nem maradtalanul feltételezi az ember azt, hogy pénzről van szó, akkor, amikor mondjuk Senegához képest dupla olyan árat fizetünk a kínai vakcináért, vagy éppen zsákszámra vásároljuk az oltásokat, majd utána azt mondja a miniszterelnök, hogy fél Afrikának odaadjuk, mert hát jobb oda ajándékozni ingyen, mint hogy tönkre menjen, de amikor meg van PCR-teszt a raktárban, elvileg van a raktárban, akkor lejár a terült, a kormány nem azt mondja, hogy odaadom az embereknek, hogy legyen ingyen tesztelés, hanem 5 milliárd forint értében megsemmisíti ezeket a PCR-teszteket. Tehát tényleg joggal teszi fel a kérdést, hogy akkor ez egyfajta oltás, biznisz, itt minden a pénzről szól, és nem a valódi védettségről. Mert hogyha a társadalmat akarjuk megvédeni, akkor miért nem csinálja azt a kormány, hogy a PCR-teszteket ingyen odaadja a lakosság számára, hogyha mondjuk munkavégzéshez vagy egészségügyi ellátáshoz szükséges, akkor az ember tudja a saját negatív státuszát igazolni. Ehhez képest azt látjuk, hogy az oltásokat megvásárolja a kormány, majd ingyen átadja balkáni vagy éppen afrikai országoknak. Tesztelés tekintetében pedig azt mondja, hogy ha valakinek mondjuk fáj a foga, akkor vásárolja 20 ezer forintos PCR-tesztet, ha erre van pénze, a 133 ezeres minimálbérből, majd ezt követően esetleg kap orvosi ellátás, holott egy életen át fizeti az ember a TB-t. Hát finoman szóval nem igazságos a rendszer. Ez a fizetés egészségügy egyébként, ami ellen állandóan tiltakozik az Orbán kormány, ugye annak idején a 300 forintos vizitdíj ellen lázadtak, most úgy tűnik, hogy a 20 ezer forintos PCR-teszt az rendben van, az nem számít fizetős egészségügynek. Én meg azt mondom, hogy ez innentől kezdve valóban a pénzről és a bizniszről szól.